Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 4700 beteg és 80 millió forint a tét. A tiltakozók miatt a polgármester felfüggesztette az orvosi rendelő építését Szekszárdon. Túl sok a hús, nagy bajba kerültek a hústermelők a szállodák, éttermek bezárása miatt. Két szakma megszerzése ingyenes, szeptembertől akár egyéni tanrendre is lehetőség lesz. Folytatódnak a betegség megelőzéssel kapcsolatos intézkedések, fertőtlenítik a szekszárdi házi orvosi rendelők légtereit. Nem vettek részt az éjjel Szekszárd képviselői azon az egyeztetésen, ahol a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő helyszíne és a körülötte kialakult helyzet lett volna a téma. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondja, az építkezést a tüntetések és a körülötte kialakult helyzet miatt határozatlan ideig felfüggesztette, de reméli, hogy hamarosan meg tud valósulni a beruházás azon a helyszínen, amit szakmai szempontok alapján választott ki a főépítész. Az orvosi rendelő egyébként összesen 4700 beteget látna el, és a város közel 80 millió forintot nyert a megvalósítására. Az egyik tiltakozó kifogás emelt a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építése ellen, ám azt nem volt hajlandó elárulni, hogy milyen védett madarak élnek abban a parkban, ahol fölépítenék az épületet. A beruházás ellen több hete folyik a tiltakozás, amit az Éjjel Szekszárd frakció több képviselője is támogat. Az ott lakók egy része nem szeretné, ha ott épülne meg a rendelő, de mindig mással indokolják meg, hogy miért is nem jó az a helyszín, hol a föld alatti pincékre, hol a természetvédelemre hivatkoznak, jelentette ki Ács Rezső Szekszárd polgármestere azon a sajtótájékoztatón, amire Bomba Gábor az Éjjel Szekszárd frakció vezetője és Zaják Rita képviselő is meg volt hívva, ám az egyeztetés előtt 45 perccel lemondták a részvételt. Ács Rezső úgy véli, a korábban meghozott döntések alapján, hogy a beruházást az eredetileg kijelölt helyen kell megvalósítani. A városvezető azt mondta, értetlenül áll a képviselők tiltakozása előtt, hiszen a kizárólag az Éjjel Szekszárd frakció tagjaiból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság február elején 7 szavazattal döntött a projekt elindításáról, és legutóbbi február végi ülésén azt nem változtatta meg, nem függesztette azt fel. A polgármesternek pedig figyelembe kell vennie a bizottságok döntését, így kötelessége volt aláírni a kivitelezési szerződést. Egyet szeretnék azért kihangsúlyozni. Alapvetően nyilván most polgármesteri döntésekkel működik mindenhol az országban, minden város. Én azt az elvet követem, hogy a bizottságok javaslatot tesznek különböző kérdésekben, és ezen javaslatok figyelembevételével hozom meg a döntéset. Minden esetben szeretném figyelembevenni a bizottság döntéseit. Ács Rezső kifejtette, a főépítész számos szakmai szempontot vesz figyelembe egy beruházás helyszínének kiválasztásakor. Így például azt, hogy tömegközlekedéssel megközelíthető-e, elegendő parkoló helyet lehet-e kialakítani mellette. Fog majd a bizottság hozni egy ilyen döntést, és akkor megnézem, hogy ez nem veszélyezteti-e a városnak az ügyeit, mert én értem azt, hogy mondjuk 69 ember mond valamiről egy véleményt, de 4700 meg más véleményt mondott, amiről 180, vagy akik közül 188 már aláírásával is vállalta a véleményét. Ács Rezső kijelentette, több mint 80 millió forinttól esik el a város, ha a beruházás az Éjjel Szekszárd frakció következetlen döntései miatt meghiúsul. A következő egyeztetés a jövő hét elejére várható. Fokozatosan, szigorú menetrend mellett a területi különbségekre tekintettel újraindul az élet, döntött a kormány. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, május 4-től marad a digitális oktatás az iskolákban, és az idősekre vonatkozó idősávon sem változtattak a boltokban. Ám vásárláskor és tömegközlekedés során kötelező lesz eltakarni a szánkat és másfél méteres távolságot tartani. Augusztus 15-éig 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet tartani az országban. Ám Budapesttel ellentétben vidéken eltörlik a kijárási korlátozásokat és lazább szabályok lépnek életbe. Hétfőtől az éttermek, kávézók, szállodák kerthelyiségében lehet tartózkodni, fogyasztani. Az üzletek korlátozás nélkül nyitva lehetnek vidéken. Strandok, állatkertek, szabadtéri múzeumok kinyithatnak. A profi és amatőr tömegsportban engedélyezik az edzést. Szolgáltatások korlátozások nélkül nyújthatóak. Csökkent a kereslet a hús iránt a leálló szállodák és éttermek miatt. Mivel túlkínálat van, olcsóbb lett a csirke és a sertéshús ára is.
Tovább ront a helyzeten, hogy az EU-ba továbbra is érkezik húsimportáru Brazíliából, Tájföldről és Ukrajnából. A szakmai szervezetek beavatkozást sürgetnek. A koronavírus miatt bezártak az éttermek, szállodák, feleslegessé vált nagy mennyiségű hús, nem csak idehaza, hanem egész Európában. Ez a túlkínálat pedig a kereskedelemben áresést, a termelőknél pedig válságot okoz idehaza, a húságazat szinte minden szektorában. Ez a piaci szegmens egyik napra a másikra megszűnt. Horváth István, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke azt mondja, a helyzet érzékeltetésére jó példa Spanyolország, ami évente 45 millió sertést bocsát ki, ennek hozzávetőlegesen 40%-át a turizmus veszi fel. A most feleslegessé vált húsnak Európán belül, így többek közt Magyarországon keresnek piacot, ez pedig árcsökkenéshez vezetett, de ez csak az egyik probléma. A vágóhidak a korábbi kapacitásoknak a 70-80, vagy adott esetben 60%-át vágják csak le. Tehát egyszerűen a sertéstartóktól nem viszik el a sertést, mert nincs piaca, így nem is tudják levágni, így túltartják a jószágokat a sertéstartók, de a rotáció miatt, a tenyesztés miatt már a következő generáció az már ugye érkezne az olba a fialások után, tehát egy komoly válságnak nézzünk elébe. Hasonló a gond a szárnyasoknál. Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnök igazgatója azt mondja, az Európai Uniós tagállamokban, így Magyarországon is 20-40%-os kiesést okoz a baromfi hús piacon a turizmus vendéglátás leállása. A vágó feldolgozó üzemek kerültek nagyon nehéz helyzetbe, hiszen olyan alacsonyak az értékesítési árak, és gyakorlatilag sok esetben meg is szűnt a kereskedelem, hogy a készletek halmozódnak. Ezt követően, amikor a készleteket már nem tudják hová pakolni a hűtőkbe, akkor gyakorlatilag ez egy láncreakció szerűen tovább fog gyűrűzni a termelésre, illetve hát a szülőpár előállítása keltetésre. Csorbai Attila azt mondja, ha ez így folytatódik, le fog állni a termelés, mivel az finanszírozhatatlanná válik. Magyarországon például az élő csirke kilogrammonkénti felvásárlási ára 20 forinttal 230 forintra esett, az átlagos önköltség viszont 240-245 forint. Hogy lehet még orvosolni a problémát. Ennek az első számú megoldása az lenne, ha valamilyen úton, módon az Európába érkező importhús mennyiséget korlátoznánk, illetve újra gondolnánk azt, hogy szükség van Európába jelenleg 850 ezer tonna éves mennyiségben importhúsra. A sertéstartók is keresik a megoldást. Horváth István azt mondja, a legnagyobb segítség ma az lenne, ha mindenki magyar sertéshúst vásárolna, de ahogy fogalmazotta, a multik ebből nem csinálnak érzelmi kérdést, így tovább kell keresni a piacot, jellemzően Romániában és a Balkánon. Szeptembertől egyéni tanrenddel a képzési időt akár 60%-kal csökkentve is tanulhatnak szakmát a felnőttek. A szekszárdi szakképzési centrumban már felkészültek az újításra. Az a cél, hogy a munkával tölthető hasznos időből a lehető legkevesebbet vegye el az iskola. Ehhez pedig a távoktatási lehetőségeket és a digitális tanrendet is segítségül hívják. Ma két szakma és egy szakképesítés megszerzése ingyenes Magyarországon. Tehát ezt azt mondjuk, hogy tovább, és a kék plusz jelre kattintva tudunk egy új pótlapot kérni. Az adóbevallás megírásának lépéseit tanulták a szekszárdi szakképzési centrumhoz tartozó Bezerédi István szakképző iskola felnőtt oktatásában résztvevők még januárban. A felnőttek képzésének több formája van, de alapvető lényege, hogy két szakma, valamint egy szakképesítés megszerzésére ma ingyen van lehetőség. Választék pedig bőven akad, hiszen 174 alapszakma oktatását végzik hazánkban, a szekszárdi szakképzési centrumban pedig szinte az összesre tudnak képzési ajánlani. Adni. Ami nálunk kiemelt terület megyei szinten, illetve szekszárdi szinten egyaránt, ez a kereskedelem, az idegenforgalom, turisztika, vendéglátás, a műszaki szakterületek, ide tartozik a gépészet, speciális járműgyártás, de itt kell felsoroljam azokat a képzéseket, ami az informatikához vagy közgazdaságtanhoz csatlakoznak. A felnőttek korábban egy vagy két éves képzésben tudtak részt venni nagyon kötött munkarendben, szeptembertől viszont egyéni képzési rendeket is ki tudnak alakítani. A korábbi képzési időnek akár 40%-áig le tudjuk csökkenteni a képzési időtartamot, figyelembe véve azt, hogy milyen előzetes tudása van a képzésben jelentkezőnek, ezt be tudjuk számítani. És így tulajdonképpen egy felnőtt képzési jogviszony keretében, iskolai rendben, de egy speciális felnőtt képzési jogviszony keretében tudjuk ezeket a képzéseket végezni.
Ez tehát azt jelenti, hogy akár munka mellett is megszerezhető egy szakma, és pont ez a célja is a változtatásnak, hogy a munkával tölthető hasznos időből a lehető legkevesebbet vegye el az iskola. Ehhez igénybe veszik a távoktatási lehetőségeket, és egyéni tanrend kialakításával olyan órákra is lehetőség van, ahol a tanuló konzultálhat a tanárával. A hangsúly a kancellár elmondása szerint a rugalmasságon van. Szeptembertől indulnak ezek a képzések, amikre egyébként év közben is lehet jelentkezni bármi. A koronavírus járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online búcsúztatják el a diákokat, de van, ahol később megtartják az ünnepséget. A szekszárdi Garai János gimnáziumban az idei évi ballagási ünnepségre a virtuális térben kerül sor, amit később vissza lehet majd nézni a YouTube-on. Bátaszéken a veszélyhelyzet lejárta után rendezik meg az ünnepséget. Sümegi József, a bátaszéki II. Géza gimnázium igazgatója szerint, ha máskor nem, akkor a tanévkezdéshez kapcsolódóan tartják meg az idei ballagást. Ha ballagás miatt nem is, de az anyák napja miatt nagy az igény a virágokra, ezért az Agrárminisztérium úgy döntött, feloldja a virágboltok nyitvatartására vonatkozó korlátozásokat. Az érintett üzletek így pénteken, szombaton és vasárnap is korlátozás nélkül fogadhatnak majd vásárlókat. Folytatódnak a betegség megelőzéssel kapcsolatos intézkedések Szekszárdon. Az intézmények eszközeinek, berendezéseinek és falainak fertőtlenítése után most a házi orvosi rendelők légtereit fertőtleníti egy szekszárdi vállalkozó. Az ózonos eljárás 50-szer hatékonyabb, mint a klóros fertőtlenítés. Ha beállítottuk maga az időt, akkor ő gyakorlatilag elkezd visszaszámolni, megkezdi a kezelést. Innen beszívja az O2-t, itt pedig már elő az O3-at nyomja kifele egy ventilátor segítségével. Mindössze 30 grammot nyom ez az egyszerűnek tűnő kis gépezet, mégis rendkívül hatékony. 50-szer hatásosabb és 3000-szer gyorsabb a helyiségek fertőtlenítésében, mint például a jól ismert klór, és egy gép akár egy 800 négyzetméteres belső tér teljes kezelésére alkalmas. Négy ilyen berendezéssel a város 4 házi orvosi rendelőjének fertőtlenítését vállalta térítésmentesen egy szekszárdi vállalkozó. Azt mondja, az eljárás még kevésbé ismert, de a járványhelyzet miatt egyre inkább előtérbe kerül. Maga az ózon az oda is bejut, és ott is ki tudja fejteni a hatását, ahol mondjuk egy vegyszeres tisztítás nem sikeres, vagy éppen ugye a takarító személyzet nem jut el arra a pontra, azokra a részekre. Az ózongenerátor ugye az 100%-osan a helységen belül mindenhova be tud nyúlni. A héten a Magyar Honvédség az idős otthonok teljes körű fertőtlenítését kezdte meg. Ezek az intézkedések a vírus terjedésének megelőzése és már az élet újraindulása szempontjából is fontosak, értékelte a felajánlásokat Ács Ezső, szekszárd polgármestere. A kormány által bejelentett könnyítések, amelyek hétfőtől lépnek életbe, nem jelentik azt, hogy mindent azonnal fel lehet rúgni. Én továbbra is azt kérem, hogy mindenki óvatosan az idősek különösen tartsák be a szabályokat és óvatosan mozogjanak a városban. Tolna megyében jelenleg 15 igazolt koronavírusos fertőzött van, így a kevésbé érintett területek közé tartozik, ami a városvezető szerint csak abban az esetben maradhat így, ha a lakosság olyan fegyelmezett marad, mint eddig. Útfelújításra, játszótér építésére és falubusz beszerzésére is pályázott idén Siógárda a Magyar Falu programban. Hasonló célokra idén 7 milliárd forint áll rendelkezésre országosan. Tavaly újult meg az óvoda udvar a Siógárdon, a mászókákat és a kültéri játékokat, valamint a gumis padlózatot a Magyar Falu programnak köszönhetően szerezte be az önkormányzat. Egy pár éve itt már volt egy első ütemes korszerűsítés, akkor kimaradt egy-két udvari játék, és teljesen jól jött, hogy a Magyar Falunak egyik programjába pont az óvodai udvari játékok fejlesztése volt benn, így ugye meg tudott újulni a kicsit elavult régi játékok, és így teljesen új EU szabványos játékokkal tudtuk lecserélni azt az óvodaudvarba. Idén újra pályázott Siógárda a Magyar Falu programban, most belterületi útszakasz felújítása, egy új köztéri játszótér kialakítása és új falubusz is szerepel a tervek között, de a helyi művelődés szervező bérének egyéves támogatására is nyújtottak be pályázatot. Ezek olyan programok, például az, hogy ugye a közösségi térfejlesztést a polgármester hivataltól elkezdve a falubusz cseréig, nagyon sokféle lehetőséget kínál, és ugye a kisebb településeknek ez egy nagy lehetőség arra, hogy egy kicsit színvonalasabbá tehessék a napi életet.
A Magyar Falu Program tavalyi pályázatainak köszönhetően Tolna megye 101 településére összesen több mint 2 milliárd forint érkezett, idén országosan 7 milliárd forint áll rendelkezésre. A rendőrség szalagokkal kerítette el azt a gránátot Pakson az Öreghegyen, amelyet egy szántóföld szélén találtak. A rendőrség tájékoztatása szerint egy kutyát sétáltató ember akadt rá a 30 centi hosszú és 8 centi átmérőjű robbanószerre. A hatóság nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a gránátot senki se közelítse meg. Miután nem őrzésköteles, elszállításáról vagy hatástalanításáról 30 napon belül gondoskodnak. Az elmúlt napokban egy gránátot találtak Pakson az Öreghegyen. A robbanó szerkezetre egy család bukkant rá, akik az utcájuk melletti szántóföld szélén kutyát sétáltattak, mintegy 50 méterre az ingatlanjuktól. A 30 centi hosszú és 8 centiméter átmérőjű, vélhetően II. Világháborús katonai gránátról a kiérkező járőrök azonnal értesítették a tűzszerészeket. Tekintettel arra, hogy egy kormányrendelet határoz arról, hogy milyen esetekben kell azonnal intézkedniük a tűzszerészeknek arról, hogy bármilyen tűzszerészeti dolog megsemmisítését végre kell hajtaniuk, mivel ez a gránát B kategóriásnak minősül, tehát nem közterületen, nem a lakóházak között került feltalálásra, ezért 30 napja van a tűzszerészeknek arra, hogy ezt a gránátot a helyszínről eltávolítsák, vagy megsemmisítsék akár. A kordonszallaggal körbekerített tárgyat megközelíteni nem szabad, sőt tilos, erre nyomatékosan hívja fel a figyelmet a rendőrség. Annak ellenére, hogy nem minősül túl veszélyes tűzszerészeti eszköznek, bármilyen nagyobb külső hatásra, nyomásra, ütlegelésre akár fel is robbanhat. Büntetőjogi eljárást is vonhat maga után a kordonszallagon belüli behatolás. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Alvó beteget fosztott ki, letöltendő börtönbüntetésre számíthat a pécsi elkövető. Már virágzik a bánáti bazsarózsa a meccsekben, 250 000 forint a természetvédelmi értéke. NB1-es csapat vezető edzője lesz Iványi Dalma, a sportszakember 3+2 évre ért alá Győrben. Segítséget kapott, mégis lopott. Egy alvó beteget fosztott ki az a férfi, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. Az elkövető már nem először került összetűzésbe a hatóságokkal, korábban több hasonló ügyben kellett felelnie tettéért. Most letöltendő börtönbüntetésre számíthat az ügyészi indítvány szerint. Kórházban készültek ezek a felvételek, ami a gyógyítás helye általában. Nem így gondolta azonban ezt az a férfi, akit még tavaly júniusban egy éjszaka szállítottak be a mentők Pécsen, hogy ellátást kaphasson. Itt a vizsgálóban egy időre egyedül hagyták a férfit, ekkor egy kártyaleolvasót vett magához és azt a ruházatában elrejtette. A vizsgálatot követően nem hagyta el a kórházat, hanem a klinika egyik osztályára ment, és ott az egyik kórterembe bement, ahol az alvó sértett mellől annak telefonját, illetőleg vérnyomás mérőjét is elvette, magához vette. Ezt követően az osztály egyik gyógyszerszobájába ment, itt egy inzulin adagolót vett magához. Időközben azonban észlelték, hogy illetéktelen tartózkodik az osztályon, ezért a biztonsági őröket, majd a rendőröket is értesítették. Akik a helyszínen elfogták a férfit és megtalálták nála az ellopott értékeket. Mivel alvósértett mellől vitte el az egyik tárgyat, ezért súlyosabb ellene a vád. Kifosztásért is kell majd felelnie, amiért 1-5 év szabadságvesztést is kaphat. A hajléktalan 45 éves férfinek nem ez az első ügye. Már többször volt dolga hasonló bűncselekmények miatt a hatósággal. Az ügyészség indítványa szerint letöltendő börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte a vádhatóság az elkövetővel szemben. Több színben is virágzik, azonban fokozottan védett a bánáti bazsarózsa. A növény leginkább a baranyai zengőgerincén él, virágzásához pedig sok napfényre van szükség. A szakember azt mondja, sokan összetévesztik például az illatos hunyorral vagy a pünkösdi rózsával. Fontos azonban különbséget tenni, hiszen egy szál bánáti bazsarózsa természetvédelmi értéke jelenleg 250 000 forint. Ez a növény a bánáti bazsarózsa. Szirmai több színben is pompázhatnak, a hosszú hetényi mezőkön ilyen sötét rózsaszín és lila virágokat bont. Legfontosabb élőhelye a Baranya megyei zengő gerince. Kifejezetten fényigényes növény, csak akkor virágzik, ha elegendő napfény éri. Egy virág, hogyha kibomlik, akkor körülbelül egy hétig maradnak meg a szirmai. Az állomány az körülbelül összességében egy hónapig is eltart a virágzása. Ugye vannak még most is olyanok, amik már egy hete elvirágoztak,
termésben vannak, és vannak olyanok, amik még bimbósak, még hetek kérdése, mire virág lesz belőlük. A turisták és az avatatlan szemek sokszor összetévesztik a bánáti bazsarózsa levelét az illatos hunyoréval. Bár valóban hasonlítanak, mégis nagy a különbség. Jön a levélszár, és akkor van egy, kettő, három kis szára, ugye, és ebből vannak a kis levélkék, és ő neki pedig általában ilyen durván 8 kis levélkéje. Virágja pedig a pünkösdi rózsáihoz hasonló, annak viszont sokkal több szirma van. Fontos, hogy felismerjük a különbségeket, hiszen ugyan néhány évtizede még gyógynövényként használták, a bánáti bazsarózsa már a fokozottan védett növény. Az ősszel kiásott rizomáját használták föl a epilepszia kezelésére, tehát gyógynövény, mint minden mérgező növény, ez is gyógynövényként is kezelhető. Tehát mivel Magyarországon 1982 óta fokozottan védett, a 250 ezer forint a természetvédelmi értéke. Ezért tilos leszakítani. A bánáti bazsarózsa állománya egyébként Magyarországon belül Hosszúhetény és Pécsvárad környékén a legnagyobb. A szakemberek szerint a világon fellelhető összes ilyen növény 90%-a ebben a térségben található meg. Július 1-től az Uni Győr mélyút vezető edzőjeként folytatja pályafutását Iványi Dalma, aki az edzősködés mellett a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatói posztját is betöltötte. A szakember 3+2 éves szerződést írt alá Győrben. 2018. szeptembere óta Iványi Dalma a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója. Az egyesület 10-szeres bajnok és 134-szeres válogatott egykori kosárlabdázója, edzője számára új szerepet jelentett akkor sportvezetőként dolgozni. Iványi Dalma munkáját 2019. augusztusában aranygyűrű kitüntetéssel ismerték el. Most ismét szintet lép a kosaras ikon, ugyanis július 1-ével az Uni Győr mélyút vezető edzője lesz. Bár nehéz döntés volt, sokat agyaltam rajta, de azért azt gondolom, hogy főleg elsősorban szakmailag döntöttem gyorsabban, mert én azt gondolom, hogy ez egy olyan kihívás és egy olyan lehetőség, amit azért nem szabad elszalasztani, és hál' Istennek itt a PVSK berkeim belül is ugye az elnök úr is, illetve a közvetlen kollégáim, feletteseim nagyon-nagyon támogatóak voltak ebben, és megértőek, úgyhogy ez azért segített a döntés meghozatalába, és utána az érzelmi rész az kicsit nehezebb volt, ugye elszakadni az itteni barátoktól, közösségtől, környezettől. Iványi Dalma 3+2 éves szerződést írt alá a győri csapatnál. Egy olyan fiatalokra, magyar fiatalokra szeretnének építeni, és egy olyan erős magyar magot kialakítani, ami majd hosszú éveken keresztül sikeres tud lenni. Ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert én azt gondolom, hogy tényleg ez az út a győri kosárlabda számára is, illetve a magyar női kosárlabda számára is, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozni, a fiatalokba energiát befektetni, és akkor szépen lépésről lépésre, ahogy haladunk, akkor fogjuk elérni a legnagyobb célokat. Iványi Dalma elmondta, a győri szakmai stáb is hamarosan összeáll, de alapvetően a jelenleg is Győrben dolgozó edzők és szakemberek segítik majd a vezetőedző munkáját. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. 4700 beteg és 80 millió forint a tét. A tiltakozók miatt a polgármester felfüggesztette az orvosi rendelő építését Szekszárdon. Túl sok a hús, nagy bajba kerültek a hústermelők a szállodák, éttermek bezárása miatt. Két szakma megszerzése ingyenes, szeptembertől akár egyéni tanrendre is lehetőség lesz. Folytatódnak a betegség megelőzéssel kapcsolatos intézkedések, fertőtlenítik a szekszárdi házi orvosi rendelők légtereit. Pénteken újabb frontok vonulnak át felettünk, így délelőtt még jobbára borongós időre, és többfelé esőre, záporokra, itott zivatarra lehet számítani. Délután már sokfelé kisüthet a nap. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!